Szia, Levi! Hello! Hello, Andi! Fölébredtél? Hát ne viccelj, hát 5.40, már úgy élek, mint Bill Murray, tehát az idétlen időkig című filmben, tudod, épp azon gondolkodtam, mint a minap, hogy most melyik nap van, de igazából mindegy, minden reggelem első 14-16 percem, 5.44-kor kelek, ugye 6-kor kezdenénk, de ugye mennek a hírek a rádióban, az első 16 perc, az 45 napja ugyanúgy telik. Lejövök, lépcsőn, láb, mindig jobb lábban, hogy bal szerencsém legyen, az első lépcsőre a jobb lábam, hiszen lejövök, bekapcsolom a kávégépet, elmegyek a fürdőszobába, aztán kinyitom a zsalugátereket az ablakon, bekapcsolom a tévét, elmegyek a WC-re, megmosom a kezem, megmosom a fogam, lefőzöm a kávét, két szelet kalács mindig, és nem kötődöm a hülyeségekhez, a két szelet kalács vastagon vajjal, és mellé kiteszem a dzsemmet, egy deci szénsavas üdítő, az ébredés ébresztés az hatásos legyen, és mellé kiteszem a kávét. És az a betotyogok, mint Vladimir Iljics Lenin, 87 évesen, leülök és elfogyasztom, miközben felteszem a lábam, és indul a reggeli rádióműsor. Tehát már én 5.40 óta fent vagyok. Ó, ez nagyon, nagyon kemény. De milyen neked ez a mostani ilyenfajta munka? Úgy őszintén szóval kényelmesebb? Sokkal kényelmesebb, hát persze kényelmesebb, meg autót, meg benzint kímélő, nem kell bemenni, de az olyan embernek, aki nyilván a rádióban ugye nincs feedback, most pont ezt ne ecseteljük, de hogy kellenek azok az impulzusok, amik itt nincsenek. De hát azért szerencsére vannak a gyermekeim, és azért az ő ébredésük alapján látom, hogy azért milyen napot írunk. De hát az olyan tipikus olyan, mint amikor már most szerintem zárt kapus meccsen mennek majd ki a focisták focizni. Tehát elmennek, megcsinálják, de nincs ott a közönség, nincs a moraj, nincs ott az atmoszféra. Én épp mondtam is, hogy kicsit megtréfálnám az embereket, hogy nekik is maszk és kesztyű már focistáknak majd a zárt kapus meccsen, és levenném a számokat is, a hátukra meg a nevet. Úgy már érdekes lenne a mérkőzés. Tehát valami ilyesmi van itt is, hogy itt vagyok, persze elmondom, csinálom, de olyan, nem azt mondom, hogy üres, de olyan fura az egész, hogy most nincs közönség. Nem mennél rendezvényre, és átadjuk a különböző dolgozóknak a különböző díjakat, és nincsenek ott az emberek. Tehát olyan fura. Tudod, a filmekben van így, amikor valaki egy ilyen rövid kóma után felébred, és ott vagy London utcán, New York utcán, vannak ilyen filmek, és ott vannak az autók, ott vannak az épületek, emberek meg sehol. Valami ilyesmi. Nyilván sarkítva, mert emberek azért vannak, de hát ezt így kell megoldani. Nem baj, hát ezt megugorjuk. Most egy ilyen fura helyzet, de... De akkor szakmailag is nehezebb egy kicsit, nem? Így én legalábbis azért úgy képzelem. Hát abban a szempontból, hát persze megtölteni a műsort a szempontból, igen, mert ugye hát nyilván empirikus módon teszed bele azokat, amik megtörténnek veled, most úgy nagyon nem tudsz menni. Mondanám, hogy találkoztam emberekkel, nem tudom, hogy kikkel, mert ugye mindenki maszkolt. Annyi, hogy kicsit így fura, hogy a minap épp mentem be a bankba, és mennyit változik a világ, milyen irányba, és ki volt téve oda a tábla, hogy belépés csak maszkban. De hát ez, én mondom, egy bank előtt. De hogy ezt leszámítva, most azért szépen lassan azért nyílnak, meg éledeznek az emberek, a boltok, mi egyéb, de hát nehéz tapasztalati úton történeteket betenni mondjuk az adásba. Látom eléggé uborka szezonban mindenhol, hogy ez meddig tart, meg inkább az egészben talán az a rossz, ezt sok ember mondta, gondolom ezzel. Te is így vagy, hogy nem tudod, hogy mikor lesz vége. Tehát akkor benne vagy valamiben, legyen az bármi jó vagy rossz, és nem tudod, hogy mikor lesz vége, az olyan bizonytalanná tesz. De legalább munka van, tehát azért ennek körül. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ennyi hét elteltével azért ez egy kicsit segít inkább a dolgon, nem? Hogy megy a munka, még ha így is, még ha kicsit döcögősebb is, de azért csak segít egy picit, hogy van legalább. Ja, nagyon, abszolút megadja a stabilitást, főleg úgy, hogy az én baráti körömben is azért hullanak ki az emberek a munkahelyekről. Pont tegnap két barátomat küldték el, és próbálunk valamit kitalálni. Ők ezt egy ilyen jelnek fogják fel, hogy de 18 meg 20 éves munkaviszonyok szűnnek, és az a baj, hogy nincs nagyon B meg C terv, hogy most hogy mit csinálnak. Én meg itt érted, stabilan vagyok, aminek örülök nyilván, de hát ilyenkor próbálok nekik segíteni. Valahogy leülünk, legalább agyalunk, valami más irányt találjunk, mi az, ami érdekelti őket. Tehát igazából nyitás van, nekem megvan ez a stabilitás része, meg megvan a tévé, ugye, amit a Lotto, a Szerencse Szombat kapcsán adok, és aztán pedig nyitok így barátok felé. Meg hát belekapaszkodok a zongorámba, és az nagy segítséget jelent, és
ott játszom, az akkor egy megint egy más világba viszel. Tényleg? Szoktál? Én ezt nem is tudtam, hogy te szoktál zongorázni, ezt eddig titkoltad. Hát mert nem követsz az Instán, érted? Menj rá, és van ez egy nap, egy dal. Ez 44 napja, vagy mikor elindítottam. Persze nem minden nap, mert az én is elfáradok, de hetente 2-3-4 dalt feljátszok persze. Amit a követők szeretnének, abból egy-egy dalt oda küldök, és nagyon jó, na ott például van egy jó visszajelzés, és ez valós követői bázis, ugye nem indiai töri tanárok, hanem ez tényleg valós Magyarországon élő személyek, és küldik vissza, hogy ez jó volt, rossz volt, tetszett, nem tetszett, küldenek dalokat valakinek, tehát van egyfajta közösségi élet, ezen a platformon, azt próbálom kihasználni, de önmaga a zene meg az zongorázás, az nekem nagyon sokat adott. De te rendesen kijártad? Volt, hogy mikor gyakorolt. Rendesen kijártad a zeneiskolát? Mert én jártam zongorázni 4 évig, de annyira utáltam a szolfést, hogy amiatt abba hagytam. Hát az a legborzasztóbb, hát persze. Hát ez olyan, mint egy kapcsolatod az előjáték. Találkozol, persze, hány testvéred van, kávé, meghívott, család bemutat minden, és mire odaérnél a főételhez, rájössz, hogy ez nem is kell. De a szolfés, hát szerintem valami hasonló. Persze járt most, én harmonikázni jártam, tangoharmonikázni a postásban, volt szerencsém Tabányi Misi bácsi kezei alatt is egy évet lenni, és aztán azt mentettem át zongorává, de hát mivel az nem most volt, hanem ugye a háború előtt, tehát ugye Ferenc József idejében, ezért fogadtam egy kiváló zongoratanárt, aztán még egyet, és ez a, azt hiszem, 2 év nagyon masszív szolfés, hát ilyen fejjel meg aggyal, de elmondtam, hogy csak azért hívtam ide egy nagyon kedves barátom, hogy Nagy Lali, hogy figyelj, egy-két Demjén számot, Balázs Fecót, valamit taníts meg, és akkor azért el vagyok. Azt mondja, csináljuk azt, hogy megtanuljuk az ABC-t, ugye szolfés. És akkor viszont minden dal, tehát minden könyvet ki tudsz olvasni, tudod az ABC-t. De nem kell, csak egy évszakok, vagy bány, vagy Charlie-tól, nem tudom, az aki szép reggeli szép. Ne. És elkezdtük előről, és mondom, 2 év kemény feszült meló, és most meg úgy van, hogy épp a minap lejátszottam ugye Bradley Cooper és Lady Gaga Shallow című dalát, és már bejelentkeztek kiváló énekes hölgyek, például Keresztes Ildő, hogy ezt nyomjuk el duettbe. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, meg jó élmény. Úgyhogy így zongorázom. Most azon kezdtem el gondolkozni, hogy az előbb mondtad, hogy vannak barátaid, akiknek más irány fele kell néznünk, mert megszűnt a munkájuk, hogy vajon ha neked kellene, ugye nem kell szerencsére, de kellene, akkor mi lenne? Akkor elmenni bárzongoristának vagy? Figyelj, hát én ugye annyit hiszem előtt, hogy én kineveztem magam Magyarország első hivatalos bor zongoristájává, de hogy figyelj, ugye nekem van egy végzettségem, az vendéglátóipari szakközép, ott érettségiztem, végzett szakács, cukrász, felszolgáló és nem tudom, és ugye van egy egyetem, a kommunikáció bölcsészkar. Úgyhogy hát most a média vonal az ugye nyilván erőteljesen off, de azért mégis ebben még vagyok, hát a vendéglátás az meg ugye most, az köszöni szépen, az most egy kicsit nem kér ebből az egészből. Nekem sokszor volt előtletem, és mindig bennem van, hogy egy éttermet, egy kis trattória, egy olasz vonalon mozognék én, 10-20 asztal, csak hogy tudjak beszélgetni a vendégekkel máskülönben. Én ezt nem nagyon hiszem, hogy az igazi lehet, meg hiteles, de hát aztán most senki ne sértődje meg, úgyhogy talán anyám nem csinált éttermet az elmúlt 10 évben, ezért most azt dobtam. De majd talán most újra, ha vége lesz ennek a vírusnak, és lehet ilyen szinten akár a gasztrokultúrában megjelenni, akkor lehet, hogy csinálok egy éttermet. De most jó kérdés, hogy mi lenne, ha nem a vendéglátás és nem a média. Tudod, mi jutott most eszembe, hogy az előbb mondtad a gyerekeidet, meg még miatt elkezdtük, ott hozzájuk is szóltál, hogy pont mikor bekapcsolták a hangot, hogy mint hogyha ott lenni. Itt vannak, itt rohangálnak a háttérben. Hogy olyan sok mindenről szoktál beszélni, meg a műsorban is, és hogy tudod, miről nincs egyáltalán képem, hogy milyen apa lehetsz. És egyáltalán nincs erről képen, valahogy ez hiányzik, ez ilyen folt még nekem. Hát őket kellene megkérdezni, de most nem tudok nekik zseppénz emelést ajánlani, hogy azt mondják, hogy jó apa vagyok. Majd talán nem tudom, 5-10 év múlva erre vissza kell térni. Hát biztos, hogy nem vagyok következetes és keménykező, ami nyilván nem jó. De úgy akarok megjelenni az életükben, hogy igen. De hát itt az, hogy időben rendrakás, lefekvés, mindenki a külön a saját szobájában aludjon, ezt úgy felejtsd el, ahogy van. Épp itt van Dunduckám, ő a kislányom Lilla. És apával aludtál ma is? Igen, mutatod, hogy igen. Tehát, hogy nem volt lehetőségük bemenni a szobájába, pedig megbeszéltük, hogy mindenki a saját szobájában, anyukájuknál ott alszanak, itt meg persze, itt nagyon szoros emberfogásban egymás mellett alszunk.
Hát nem tudom, mi a jó apa. Próbálok nekik olyan dolgokat átadni, mutatni, amiből talán majd később tudnak táplálkozni. Éppen minap gondolkodtam azon, hogy ez a felnőtt emberi lét és lény, ugye az szerintem az igazi gyerekpázlból lesz, és azokból az oszlopokból, amit gyerekként látunk, tapasztalunk, átélünk, megélünk, tök mindegy, hogy mi. És ha valakinek olyan volt a gyermekkor, akkor az nagyon, nagyon rossz fényt tett a felnőtt korára is. Viszont hogyha, ha nagyon élménydús volt, és tanulságos, az akkor viszont felnőttként te a legnagyobb király vagy. Tehát abból olyan elemeket tudsz a gyermek varázsládádból elővenni, hogy mindenki csak néz. Na, ezt szeretném nekik minél több élményt adni. Most valahogy úgy egy kicsit azért mégis tanítani őket, hogy ezt ne okításnak vegyék. Most rámentünk egy olyan játékra, kitaláltam, hogy üljünk le, mindenki mond egy országot, meg kell mondani, melyik földrészen van, és 2 darab szomszédos országot kell mondani, plusz pont, ha megmondjuk az ország fővárosát. És ezt már játékként fogták föl, és ezt elkezdjük, és ez tök jó. Nyilván az elején lesznek lukrafutások bőven, de majd, ha nem tudom, 3-4-5 év múlva ez valahol nekik visszaköszön, és tudják, hogy Peru fővárosa mi, és mi a szomszédos ország, akkor én már nagyon boldog vagyok. Úgyhogy mondanám, hogy komoly tudatosság van. Elolvastam volna egy-két olyan könyvet, hogy leszel jó apa, de én ilyeneket nem. A szülés előtt olvastam el azt, hogy mi a feladat egy apának, és ott hagytam abba, amikor azt mondta, ellenőrizd le az útvonalat a kórházhoz, hogy időben odaér. Csak mondtam, hogy ezt hagyjuk már, tehát azért ennyire ne menjünk vissza. Úgyhogy kicsit ösztönösen, de nyilván az én saját gyermekkori tapasztalataimból is adok át nekik, hogy aztán majd mi lesz az egyenlet végén, jó apa leszek-e az ő szemükben, fejükben. Hát nyilván nagyon remélem, majd elválik. Beszélj már egy kicsit, Levi, arról, hogy hatott rád ez az egész, amikor így kiderült március közepén, hogy itt ez a járványhelyzet, hogy a sulik bezárnak, hogy munkahelyen mi lesz, stb. Hogy benned milyen gondolatok, milyen érzések mentek végig. Mert minden, akikkel most beszélgetek, mindenki, na azt látom, hogy mindenkinek van egy saját íve, amit így el tud mondani, hogy mi mindenem ment át, és kb. Hol tart most így második hónap vége fele. Őszintén én csak a külső jelekből, meg a barátaim, meg a család más tagjainak történeteiből látom. Én önmagam azért, mert nagyon, annyi, hogy a rendezvények, a fellépések, ezek az úgynevezett haknik, ezek nullára leírták magukat, de minden más többé-kevésbé maradt. Én nem is nagyon mozdultam, úgy nagyon ki itthonról, nagy társasági ember voltam, vagyok, de már nagyon megválogattam, hogy hova. Tehát ez a része itt nálam annyira nem volt érezhető. Az, hogy látom, hogy minden más megváltozott, az viszont nyilván rám is hatással volt. Ugye 70. március 21-én születtem, tehát március 21, és Korda Gyuri fogadott édesapámnál lett volna egy zárt körű születésnapi, az 50. Az úgy, ahogy van, azt leírtuk. Tehát nyilván ilyen szempontból ez egy nagy negatív részpont. Egyébként meg tudva azt, hogy ez mivel jár, de látva azt, hogy mi történik a világban, a külvilágban, az én kis területemen itt el vagyok és meg vagyok. Ebből sok minden nem csapódik le, mivel a két erős bázis a munkám az megmaradt, az folyamatosan ugye működik, de hogy látom, meg beszélek haverokkal, barátokkal, azért ember azért akár is, de csapódik az ő gondolatuk. De ilyen szempontból én sem csapkodom itt a combom minden reggel, hogy hű, de betyár, jó kedvem van, mert látom mások szomorúságát és keserű sorsát, ami engem is zavar és bánt. De próbálok még mindig úrrá lenni a helyzeten, és itt valahogy ezt megoldani. Hát íve, az mondom, nekem az elején elindult, és nagy amplitúd, nagy kilengés nincs. Elindult úgy, hogy ezt én tudatosítottam magamban, hogy jött, és itt van a vírus. Bár ez egy kérdés, hogy inkább azt gondolom a megelőzés kapcsán, hogy kellene ilyen drasztikus lépések a világban, nyilván igen, de várjuk ki a végét. És ez most így beállt az elején egy ilyen izgalmi, egy kíváncsisági faktor, egy szín, és az van, kivárásra nyilván várok, játszok én is, hogy most mi lesz. De addig meg úgy igazából el vagyok. Hát bővítem, mondom, zongora, film, tehát minden, amit egyébként is itthon csináltam volna, az maximálisan
az még hatványozottabban jelen van. De mi lett akkor a szülinapoddal? Azért amellett ne szaladjunk el, hát ez fontos dátum. Ne... Hát a szülinapomat itt tartott, hát igen, itt tartottam, zongoráztam magamnak, és itt volt a két gyönyörű gyermekem, és még egy barátom, tehát így voltunk, nem maszkban, nem kesztyűben, bíztunk egymásban, úgyhogy itt ünnepeltünk, embertelen. Tán egy Mirelit töltött raviolit csináltam sajtmártással, és utána itt ünnepeltünk egyet. Kaptam egy tortát, egy orvosbarátom idejött, Szűcs Ati megállt, és így átnyújtotta, jó hosszú keze van, azt mondja, megvan ez másfél méter? Hát mondom, az enyémmel együtt, igen. És átvettem a tortát, azt megettük, és igazából ennyi. Ilyen szempontból emlékezetes, de hát nem ilyet szerettem volna. De azért az nagyon jó érzés, amikor Balázs Fecó, Horváth Csáli, tehát ilyenek hívnak fel, és mondják, hogy ne haragudj, ez most nem lesz, de bepótoljuk, szeretlek. Szóval volt két-három ilyen telefon, ami nagyon-nagyon-nagyon jól esett, de hát nem tudtuk ezt igazán átélni, de várom a pillanatot, amikor szerintem ilyen garden party jelleggel megérkeznek majd, és itt nálam ez egy kisebb, nyilván sokkal kisebb, mert az volt a cél, hogy 50 embert hívok meg, mindenki kapott egy sorszámot, megérkeznek gyermekkori jó barátok, mostani kiváló remek művész urak, hölgyek, szóval sok mindenki, akivel együtt dolgoztam, és elmúlt 50 évben valamilyen szinte jelen volt az életemben, és akkor ott ünnepeltünk volna fenn a Gyurinál Kordavillában, de majd bepótoljuk. Hát most ilyen szerényre sikeredett. Nem jó, baj. De tényleg pótolt be, azért ez nem maradjon el. Ez egyszer vagy 50 éves. Ne hülyeskedjél. Ez egy nagy igazság, fontos, így van. Fontos, nem. Ezt még nem tudom, hogy mi lesz a pótlás. Mert tudod, ha valami egyszer már egy pont a koronavírus kapcsán gondoltam egy csomót, hogy ha majd vége lesz, akkor minden ugyanúgy folytatódik, mint előtte, és nyilván nem. Legalábbis az én megítélésem szerint nem. De várjál, mert mire gondolsz? Hogy aztán, ha akkor nem... Azért vagyok erre kíváncsi, hogy mire gondolsz, hogy nem ugyanúgy folytatódik, mert én meg azt gondolom, hogy az emberek borzasztó jól tudnak alkalmazkodni minden élethelyzethez, nézd meg a világháborúk utáni időket, vagy természeti katasztrófák utáni időket, tehát hogy úgy nagyon vissza tudnak állni, és túl tudnak lenni ilyen traumatikus időkön, valószínűleg a túlélési ösztönünk miatt. És hogy te mire gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy nem lesz ugyanolyan? Hát én arra gondolok például, hogy bizonyos iparágak, üzletágak úgy, ahogy van, szinte leúszhatják arról. Én legalábbis ezt hiszem. Tehát nagyon átalakul, amíg eddig elmentünk, mert lesz, ahogy lesz. Majd lesz biztos valahogy holnap. Az emberekben azt hiszem, hogy a maga félelem érzet marad meg, hogy ez az applikáció, amikor bármikor előjöhet újra. Nem tudom, ugye ez is úgy jött, tehát ez, valaki ezt gondolta volna, hogy szinte kedről szerdára ilyen változások lesznek? Hát nyilván nem. Tehát azt hiszem, hogy inkább rámegyünk a takarékos vonalunkra, egy picit elteszünk. Most kiderült, hogy a magyar háztartások mint egy 70%-a ilyen max. 1-2 hónapra van berendezkedve. Mindegy, hogy milyen okán fogva, de hogy ez elég szomorú helyzet. Hogy nem gondolnám, hogy úgy olyan önfeletten elmegyünk hárman, négyen egyet ebédelni, vacsorázni olyan étterembe, ahol nagyon sűrös pénzeket költünk el. Nem gondolnám, hogy elmegy egy 4 fős család egy olyan moziba, ahol tudod jól, hogy maga a jegy, nem tudom, 3000 forint. Plusz még nem tudom milyen ilyen kiegészítők, tehát az egy nagyon komoly zsebben nyúló sztori, hogy ezek, tehát ezekből az úgynevezett luxus részeinkből fogunk visszavenni erőteljesen. Elmegyünk és meg fogjuk venni, már bocsánat, a Mirelit pizzát, és megesszük, és most nagyon csúnyát mondok, ugyanúgy fel fog nőni mindenki. Tehát viszont így az élet élvezeti értékét veszíti el, amitől lesz valami szép. Tudod, amikor jó fűszert, megvan az alapételed, hát bocs, vendéglátó példával jövök, de megvan az alapételed, hozzávalok minden, elkészített, tök jó, hát de nincs meg a fűszer. Tehát lehet így is élni, de minek, hogy szokták mondani, de valószínű, hogy én azt hiszem, hogy egy ilyen változásra fogunk berendezkedni, hogy nehogy egy újabb meglepetés érjen bárki. Tehát inkább visszatartunk bizonyos összegeket, és inkább eltesszük, mint hogy most 2-3 havonta utazzunk. Hát nézd meg, egy repülőút ma már, vagy ami volt előtte, ugye a különböző fapados járatokon, és ahova mentél, érted, különböző jussz hotelekbe, az 10-20 000 forint, ha jó előre betervezted. Ez most már nem lesz. De lehet, hogy így talán értékesebb lesz egy út, hogy tervezel egy útra, és elmész 3-4-5-6 hónap, vagy elmész egy évben talán egyszer. És tényleg úgy fogsz örülni egy nap felkeltének valahol,
ahogy eddig nem, mert eddig mondjuk, ha megtetted, elmentél két havonta. Felültél itt a repülőre, és előbb kiértél Rómába vagy Barcelonába, mint aláérsz Nyíregyházára kocsival. Azért az se feltétlen normális. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból lesz más, sokkal jobban átgondolják az emberek, hogy mire fognak költeni, és nagyon nagy lesz a különbség. Tehát vagy a nagyon egy szűk réteg megveszi a nagyon luxus cikkeket és a luxus kiegészítőket az életéhez, és lesz egy szerintem dominánsabb rész, akik az olcsóbb, felhasználtóbb, élhetőbb részt vállalják, mert hogy arra lesz pénz, és inkább kicsit tartalékolnak. Tehát akkor te azt gondolod, hogy leginkább egzisztenciális lenyomatai lesznek ennek az időszaknak? Igen. Tehát sokkal jobban a biztonságra rendezkedünk be inkább. És attól, akinek nyilván eddig volt, szerintem azért ezután is lesz valahogy, meg sok piaci részt fog ez átrendezni, azt hiszem, akár itt a lakáspiac, vagy ingatlan, gépjármű és sorolat, nem. Tehát az árak valószínűleg, de azt gondolom, a ruhaipar is ilyen szempontból egy komoly átalakuláson mehet keresztül, meg azok az úgynevezett irodaházak, ahol rengeteg cég üzemeltetett és bérelt irodát. Most olvastam, hogy egyre többen jönnek arra rá, hogy azok a munkák, melyeket elvégeztek bent, úgyhogy bemegy az ember autóval, leáll, mély garázs, fölmegy, beül a gép elé, egy-két óra ebédszünet, egy-két óra cigiszünet, ki tudja, mi történik, és a gép előtt végzi ugyanazt a munkát, el tudja végezni, amit most home office van otthon. Érted? Szóval, hogy még az is lehet változás. Szóval kérdés, hogy ha elhúzzák a függönyt, akkor itt mi lesz? Én kíváncsian várom, de remélem, amit mondtál, az tök igaz, hogy az ember él és élni akar, és ezért mindent megtesz, és nagy átalakuló, hogy hozzá fog ehhez szokni, meg talán lehet, hogy már kicsit közhely, vagy elcsépel, de hogy felszínre kerülnek értékek, emberi értékek. Értékel ezt annak, hogy megkérdezed valakitől, hogy hogy vagy. Én rendszerint az utóbbi években, amikor megkérdeztek, azt mondtam, hogy hihetetlen rosszul, köszönöm. És egy csomószor mentek tovább, mert hogy nem is érdekli őket, hogy mit válaszolsz. Mit mondtál, rosszul? Mondom, hogy igen, nagyon rosszul. És miért? És akkor valaki megkérdezte. Ha csak úgy felteszem a kérdést, nem érdekel, hogy mit mondod, akitől kérdezem, akkor nem érdekel. Most tényleg fontos az tudni, hogy hogy vagy Andi, hogy vagy Levi, és bárki más. Mert most ugye helyzet van, emberek halnak meg, és kapják el a vírust. Most tényleg fontos. Fontos lehet egy ölelés. Csináltam én olyan napokat, képzeld el bent a rádióban, amikor láttam az arcokat, hogy akkor viszont ölelgessük meg egymást. És 7 másodpercig kellett elszámolni, míg átöleltem a kollégámat, a kolléganőmet. Kérdeztek a fiúk őket, hogy gyertek ti is. Mindenkit átöleltünk. És olyan hatása, olyan ereje volt egy ölelésnek, az nem tudom elmondani. A hírolvasót is. Mondom, nehogy belekezd, hogy hányan haltak meg abban a vonat szerencsétlenségben, előtte gyere, ölelj. Megöleltem, és érdekes, elmondták a híreket, de kijöttek, és azt mondja, Levi, hát ez baromi jó volt. Mondom, pedig hát nem került pénzbe, csak egy ölelés. Szóval lehet, hogy ezek értékesebbek lesznek. Hát igen, borzasztó sok kérdőjel van még ezzel az egész időszakkal, ezt követő időszakkal kapcsolatban is, kíváncsi leszek. Nagyon köszi neked, Levi, és pihenjél is néha azért. Én is. Kérlek. Én, hát ne hülyeskedj. Tehát az egész éjszakám azzal telik, hogy alszom. Jó, keveset, lehet, hogy kicsit többet kellene, de hát ez így alakult. Na, látod, hogy milyen így alakult? Még legalább van munka. Ja, így van. Köszi, Levi, nagyon. Vigyázz magadra. Én is. Szia, Andi, szia. Hello. Köszönöm, hogy velünk voltak. Ne felejtsék el, hogy holnap is ugyanebben az időpontban várom önöket. Viszontlátásra.